Kaku kaku! Halljátok, ha mai videóba hoztam magammal egy őrültet, egy idegesítőt és egy aranyosat. És most nem magamról beszélek, hanem a furcsa dolgok a neten adásába elhoztam nektek azokat, akik engem az Instagramon megőrítenek. Itt van az őrültünk, itt van az idegesítünk, és itt van amúgy az aranyosunk. Nem tudom, hogy így ismeritek-e őket, ha nem, tartsatok velem, reagáljunk az ő videóikra. Nekem valamiért az Instagram rész rengetegszer bedobja őket. Ha te még nem követsz engem Instagramon, akkor jár, kövess be, Kukac Janosik Gergo, hamarosan jön az 1000. posztom. Nagyon király lesz, remélhetőleg. Úgyhogy gyere, kövess be, Kukac Janosik Gergo, és én pecintek is egy Tutti Juice-t, most az eredeti originál Tutti Frutti ízűdítő italnak a 600 ml-es változatát, srácok. Tele vitaminokkal, isteni tutti frutti íz, koffein nélkül, ugye nem, energiaital, és ennek még rendes kupakja van. Keresétek országszerte kisboltokban, boltokban, kópokban, reálokban, ABC-kben, Budapesten, és úgy szintén az isteni tutti frutti ízű gumicukrot. Na szóval, én azt mondom, hogy kezdjük azzal, hogy bemutatom nektek, hogy miről van szó. Még mielőtt belevágunk, hagyd mondjam, hogy semmiféleképpen nem szeretném őket bántani, csak szeretnék szórakozni, megmutatni, hogy nekem az Insta miket szokott bedobni, úgyhogy nézzétek meg, aztán megbeszéljük. Na, erről lenne szó, csak hogy egy kicsit értsétek, megnéztem az Instagramját, semmi baja nincsen, csak ilyen furcsa videókat csinál, mármint, hogy azt nem mondom, hogy semmi baja nincsen, mert láthatóan van valami gondja, de értitek, hogy semmi olyan vele született gondja nincsen az úriembernek. Ő magát amúgy humoristának hívja. Mutatok tőlem még egy fajta videót, amit itt fogunk nézni. Szóval, a videó javarésze azok úgy zajlanak, hogy eszik, a kocsiában eszik. Szinte mindegyikben a kocsiában eszik, valamelyikben nem, osztom olyat is. Általában csörög a telefon, az az étel, amit éppen eszik, úgy csörög, hogy prrrn, és felveszi, mond vele valamit szimlisül, tudjátok, szimszes nyelven, és utána elfogyasztja az étkét. Van, hogy halálra izzadva egy autóban. A videói elég nagy eléréssel vannak, sok ezer lájkkal. Mutatok egy őrültebb videót, és készüljetek fel, és légy szíves, írjátok meg nekem a komment szekcióban, hogy ki a kedvencetek, az őrült, az idegesítő, vagy az aranyos. Ugye ezzel a hárommal fogunk találkozni, ezzel a három karakterrel a videóban. Most már értitek, hogy miért hívom őrültnek? Na, most már értitek, hogy miért hívom őrültnek? Még egyszer, a srác amúgy, mint comedian van fent, és amúgy normálisan is tud beszélni. You know? You prove it again, 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 látod, again, normálisan tud beszélni, meg minden, és aztán jönnek ezek a prrrn. Mutatok még párat, szemezgetek. Van, hogy egy fagyival felvesz 1, 2, 3, 4, 5 darab videót is, tehát egy fagylajtal. Egy hamburgerrel, van, hogy izzad a kocsiba, van, hogy nem izzad a kocsiba. Menjünk tovább, szerintem, de egyet még hagy válasszak néktek, ti jó szántóvetők. Na, például egy. Csörög a telefon. Sennyi. Ilyen, következő ilyen. És van, hogy... Ugye annyit van a kocsiba egy dologgal, hogy így látszik, ahogy leizzad a végére, mire a végére jut a videóknak, és gondoljátok el, a csávó vesz egy sült krumplit, és felvesz vele vagy 30 videót. Például, vendízes sült krumpli. Itt van a videóban. Imádom, nagyon jó, a komment szekciója is nagyon jó. Vélhetően direkt azért csinálja, ugye, hogy
veszélyen. Igen, ez egy nagyon, most egy nagyon rövid csörgés volt. És mondom, nekem valamiért rengetegszer bedobja az Insta Reels-t őt. Menjünk is tovább, még majd visszajöttünk ide szemezgetni. Ugye ő volt az őrültünk, szerintem egyértelmű. Úgyhogy most jöhet az idegesítőnk. Biztosan megvan az a furcsa dolog a neten adás, amikor egy csávó és egy csaj, no reaction, na ez hasonlóan idegesítő. Készüljetek fel a fületek, ha fülhallgató vagytok, ki fog szakadni. Mert valamiért csak az egyik fülünkben van hang. Tehát már az a... Én nem bírom nézni, bocsássatok meg! Rettenetesen creepy ez a nagy fej, bevörösödött szemek. És nyögés és... Nem. Ő az idegesítő. És sajnálom, hogy csak egy fületekben vagy egy hangszóróra halljátok. Nekem nagyobb szenvedés így fülhallgatóval. Látom, hogy az OBS is csak az egyiket kapja fel. Kegyetlen. Jó, nem bírom. Bocsánat. Oh, nem bírom. Ő az idegesítőnk, jöhet tőle még egy videó. No. Ugye... Nem akarom... elrontani a fant, de ugye tudjátok, hogy ezeket direkt ővár rakja oda is, és no. nem most találják, hogy mi no yes. Wow, nem már... Nem bírom, bocsánat! Én ezt nem vagyok hajlandó, és ennyi! Még azt sem mondja el, hogy jó vagy rossz! Csak őrült fejjel! Bevörösödött szemekkel! Nézd ránk! No. Nem. No. Nem. Vagyis sem? No. Yes. Ez mi az Isten? Wow! Ez mi? Jééééé! Itt a csávó, mint ami kocsi lenne. Nem. Wow! De ki is esett valami. Ennek miért örül így? Én ezt nem bírom. Miért? Wow. Vrüm, mikor lesz? És tudod, ő is a prr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 
És csak az egyik fületbe rosszul beállított mikrofonnal. Na, ő az idegesítőnk. Szerintem egyetértünk, de mondja el valaki, hogyha szerinte ő nem idegesítő. Már a csámcsogással megöl! Jó, és akkor itt jön az igazából aranyosunk. Aranyos néni. A komment szekciójában is mindig írják, hogy ő aranyos-aranyos. Viszont ha sokszor feldobja a videóit, akkor majd észreveszitek, hogy miért válogattam ide be. Bizu-bizu! Szóval, csak hogy értsétek, a néni rohadt aranyos. És minden egyes videó úgy kezdődik, hogy kaku-kaku! Csinálva, bizu-bizu! Elméletileg ez franciául köszönés jelent, várjatok. Szóval elméletileg a kaku-kaku az mi vagyunk. Hawaii-ul. Elméletek franciául beszél? Szerintem Hawaii-ul. Mindenki azt mondja, hogy ez francia. Csomószor írják, hogy jaj, ez aranyos, és franciául azt mondja, hogy sziasztok, és csók-csók. Akkor lehet, hogy rosszul volt leírva, látod? Ez csók-csók French. Szóval sziasztok, és puszi. Gondolom én, ezt jelentheti. De nagyon hülyeségeket tud mutatni. Várjál. Ne, lemarad a kaku-kaku. Kaku! Ó? Tehát mézet önt, és színezéket. Összerázza. Wow. És rákenni a mézet a szájára. Bizu-bizu! Szóval, kaku-kaku! Itt egy üres toll. Beleönti a mézet, ételszínezéket össze,
jó a szájára, piros, wow, és meg is lehet tenni, bizu-bizu. Szóval ez a néni, mondom, rettenetesen aranyos, nagyon cuki, de valamiért ez a megállás nélküli kaku-kaku. Kaku-kaku! Wow! Szóval ez egy táska. Bizu-bizu! Ennyi. Szóval egyszerre puri és egyszerre rohadt aranyos. Ezt tessék! Nem tudsz rá haragudni, wow. Nem? Bizu-bizu! Fantasztikus. Ja, ezen ki voltam. Kaku-kaku! Tehát ezért ez pirosítónak. Ó? Azért ez beteg. Ezt nem használjátok, wow. A darazsak. Bizu-bizu! Vizu-vizu, orszáltal itt fogunk köszönni mi is a videóba. De gondoljátok, egy nyáron kimész darazsakhoz, bek van kemve mézzel a szád, meg cseresznyével az arcod. Azért jó lesz, azért jó lesz. És rettenetes aranyos videókat csinál, és ha jól tudom, van neki egy lánya is, aki néha szokott szer... Nem tudok beszélni. Néha szokott szerepelni. Itt talán. Gondoljátok... Jó, oké. Ha gondoljátok, jobban utána nézhetünk eznek a dolognak. De itt van. Kaku-kaku. Kaku-kaku. Vizu-vizu. Szóval rá tényleg nem tudsz haragudni. Csak... Kaku-kaku. Kaku-kaku. Wow. Wow. Vizu-vizu. Na, ha megvan ezen a videón a, mit tudom, 2000 like, akkor csinálok egy olyan tutti juice-os shortsot. Leülök. Kaku-kaku. Wow. Vizu-vizu. 2000 like, jó? Gyerünk, nyomjuk meg, reméljük nem lesz meg. Na jó van, srácok, mit szóltok az őrültünkhöz? Még egy videót, egy randomot. Mit szóltak az őrültünkhöz? Csörög a csirkecomb. Kucs-kucs-kú! Mit szóltak az őrültünkhöz? Mit szóltak az idegesítőnkhöz? No. 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 No, na most mit no. fog enni? Nem, nem, no. nem. Yes. Ó, wow. Megint egy gumicukrot. Oh. Mm. Á, nem, nem, őt nem bírom. És mit szóltak a cukinkhoz, aranyosunkhoz, kaku-kakuhoz? Írjátok le a kommentbe, hogy nektek ki a komment szekcióban, hogy nektek ki közülük a kedvencetek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ha tetszett, hogy veressétek egy lájkot, ha nem nyugodtan egy diszlájkot, ne felejtjétek el az isteneti tutti frutti ízű termékek legyenek veletek, és bizu-bizu!